Úgy tűnik a CIA ismét ugyanazt a propagandát próbálja Magyarországra is rátolni, amit a többiekre, de valamiért a magyarok 56 kapcsán sem vevők a hamisításra. Aztán megnézzük, hogy viszont hogyan vevők a hamisításra a tömegek, amikor ezt a hamisítást a különböző hírcsatornák követik el a műsoraikban. Már is kezdünk. nem Nagyon köszönjük, hogyha megnézed egy-egy videómat a YouTube-on, és különösen nagy köszi, a fel is vagy iratkozva a csatornára. De a YouTube sokszor még a feliratkozottaknak sem dobja fel a tartalmat, így simán lehet, hogy pont arról maradsz le, ami a legjobban érdekelne a cenzúrát pedig már szerintem te is ismered, ha bármi olyat mondasz, ami szembe megy a globalista, politikailag korrekt előírásokkal, akkor törlik a videót, csökkentik az elérésedet, letiltanak, vagy akár még a teljes csatornádat is törlik. Itt simán lehet, hogy olyan fontos témákban, mint az ukrán háború, a Covid és az oltások, a migráció, a gyerekkereskedelem vagy a gender propaganda nem jutsz hozzá a valós információkhoz. Ezért biztatlak, hogy gyere át te is a Rambol csatornámra ott nem csak a rövidített cenzúra biztos változatát láthatod a videóinknak, mint itt a YouTube-on, hanem mindig a teljeset. Lent a leírásban megtalálod a linket a Rumble csatornához. Egy többen használják Magyarországon is a platformot, ez a mi helyünk, ahol szólás és vélemény szabadság van és applikációja is van a rumble ami ráadásul a YouTube-ban szemben a kilépés utáni lejátszást is engedélyezi, és még fizetni sem kell érte. Androidra és iPhone-ra is elérhető, ezt is megtaláljátok lent a leírásban. Szóval gyertek át, sosem tudni, hogy a YouTube mikor, mit művel ezzel a csatornával is. Aki még nem jött át, jöjjön, amíg nem késő. Persze ettől még lehet maradni a YouTube-on is zenék, vicces videók, meg hasonlók miatt, de ha a politikával kapcsolatos témákban a valóságot szeretnéd látni, Cenzúra és törlés biztosan? Akkor gyere a rambóra. Na de most induljon végre a videó. Sziasztok, ez itt a Hobbista Hardcore hét elejé kiadása, és ahogy a felvezetőben ígértem, egy kicsit megvizsgáljuk a CIA működését. Tehát olyan nagyon azért nem, mert nem láttuk igazán bele, hát kik vagyunk. Vagy. Szó 20. század vagy. Igen. Össze. De azt látjuk, hogy, hogy eléggé sablonok szerint dolgoznak. Lengliben ugye a CIA központjában, ahol, ahol valószínűleg beakadhatott a, a chat GPT. Hát ez a kurcnak a veszőparipája, hogy valójában most már nem is, nem is ügynökök dolgoznak, hanem benyomnak egy gombot a chat gpt és akkor azt majd megmondja, hogy mit kell Magyarországon csinálni, Mondjuk úgy, hogy a CIA-nál azért voltak művelt intelligens emberek, hát még az alapító ugye ez a, nem is tudom már, hogy hívták, a, az ének volt a bátyja a Warren Bizottságos egyik csávónak és akkor azért az, az nem volt egy süldőt, ahol nem tudom micsoda műveletlen paraszt, hanem az egy művelt intelligens ember volt, tehát azért tudta, hogy mondjuk Európában mihogy működött, de hát ezek az emberek, szerintem az Ambrózit szokta mondani, hogy ezek ilyen múciológia szakot se biztos, hogy jól elvégző valakik, akik most benne vannak, ilyen szociológiai arra, gond, a... arra gondolsz, hát, hogy, hogy 90-es években olvasott könyvekben még úgy szerepelt, hogy, a, hogy már az egyetemen kiválasztják azokat az embereket, akik akik nagyon jó eszűek, de úgy beleolvadnak a környezetükbe, tehát nem azért ez sportoló, meg, 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 a, jó És elküldik őket Kabulba. És, és hogy olyan egyetemeken is válogattak, tehát nyelveket kellett tudni, valamennyire ismerni a világot, sokszor diplomata gyerekek voltak ezek, de nyilván ahogy a felsőoktatás átalakult az Egyesült Államokban is, például értelmes, értelmes szakokra, főleg külföldiek járnak jelentős részbe, kínaiak, amit persze a kínai osztályra be lehet őket talán szervezni, de az összes többire, hát mondjuk a középkori angol irodalmat is már kevesen tanulnak inkább vízalatti kosárfonást, és akkor közülük kell válogatni a megfelelő embereket, akik majd Európában, meg, a, meg, meg Közép-Ázsiában majd nagyon hozzáértőként próbálják Ellen, a kirobbantani. Hát ja, nem, Dallas, hát róla, van róla a repteret Washington. Igen. Igen, nem véletlen, hogy a, hogy a amerikai külpolitikában és egy nagyon idős generáció az, aki a térségben szokta a joystickot forgatni azok, akik például Ukrajnából vándoroltak ki a 50-es, 60-as években. Ha hát mondjuk úgy, hogy a régen azért a Ellen generációja, az is fönnélt a hóhatár fölött Amerikában, csak azért tisztában volt azzal, hogy a világ az nem ennyiből áll, meg hogy ha elmennek valahova, akkor ott mások a szociokulturális viszonyok, és akkor hogy alkalmazkodjanak hozzá, hogy kell tárgyalni mondjuk egy szovjettel, meg egy nem tudom, egy venezuelaival. És ők azért ezt tudtak alkalmazkodni. A mostani hülyék meg azt képzelik, hogy az egész világ egy nagy mártászfigyelt. És hát, ah. nem értik, hogy a szaudi trónörökös miért van felháborodva azon, hogyha ők kifogásolják, hogy a nagykövetségön feldarabolja azt a kémet, akik szerintük újságíró, de a trónörökös szerint kém. Tehát eljutottunk most, Mert a szaudi trónörökös az 1500 évben abba él, hogy aki a szaudi királyt az fel kell a... Oponálja, az, azt... 70 darabba érkezik Igen, vissza, hát ugye az, és az, a az, az, az iszlámban az uralkodóval hát... szembeni bármifajta lázadást. lázadás. ez nem csak az kisebb... iszlámban van így, de hogy ott még mindig így van. Tehát hát, ott már Az, 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 halál büntet talán, büntet és az és a, a Kasidzsi nevezetű nyugaton újságírónak tartott személy, az különböző terrorista szervezetekhez is be volt kötve. Tehát nem volt egy kifejlett olyan demokrat, amit mi képzeltünk róla. Egy azt akartam mondani, hogy a, a kurcot folytatva, hogy tényleg eljutottunk oda, hogy a régi rendkívül rossz vicc az az amerikai ügynök lebukik Szibériában, és nem érti. Tehát tökéletesen beszél oroszul. Hát Csak azért mége. barátom, mert amerikai vagy. Igen. Igen. Tehát régen az ellendel nem akadt volna meg ezen, hogy hát a szaudi király azért feldarabolt az egyik ügynökünket, mert rájött, hogy az egyik ügynökünk. Hát ez benne van, valahogy akkor majd megállapodunk vele. Most ez ugye nem sikerült, és a szaudi király most már a kínaiak, meg az irániak azt üldögél, és egyezkedik velük, hogy akkor hogy legyen az ő. Na de messzire de kanyarodtunk csoppa. ahhoz képest, hogy még el se kezdtük, vagy se jutottunk oda, ahonnan indulunk, vagy amiről beszélni akarunk a, a CIA kapcsán. Ugye az történt, hogy amikor megindultak Putyin seregei Kijev felé, akkor, akkor, a cégnél, ugye úgy nevezik a CIA-t, hogy a cég, kétségbe esetten észlelték, hogy miközben a, a teljes, az ő narratívájukat, a teljes nyugati világ az egész kis birodalmuk gond nélkül megvette, Ekközben Magyarország egyedüliként ezt nem volt hajlandó készpénznek venni, és itt nálunk se a lakosság többsége, se a, a politikai vezetés nem nagyon vevő az ilyen felnőtteknek szóló Disney mesékre, amiket előadnak a jó és a rossz harcáról, ahol van a jó, és van a rossz, és kész, ennyi, és eldöntöttük, és, és mindenki ennek megfelelően válaszol oldalt, természetesen. Ugye mi nem akarunk oldalt választani, mi nyilván békét szeretnénk, picit jobban ismerjük a, a, a környék történelmi és aktuál politikai viszonyait, és mi tök szolidárisak voltunk az Ukrajnából menekülő civil lakossággal, mert hogy ők tényleg menekültek. Még egy nagyon pici kiegészítés. Amerikát is nagyon jól ismerjük, és kiavítalak, hogy a Washington reptér nem Ellen lesz, hanem John Foster a ről külügyi Közben ezt nekem is eszembe jutott, de azt gondoltam, hogy ez az aprócska információ, hogy nem fogja... Engem zavart, megnéztem, és igen. A mai műsorok menetét sem pedig a nézőket. Nekem is, de rengeteg. Kurznak köszönjétek meg, hogy a nevetekben is a történelmi akkurátusságra ennyire odafigyel. Szóval, hogy mi az ukrán civil lakossággal, a menekültekkel valóban szolidárisak voltunk, nagyon is, de nem nagyon. Nem igazán láttuk úgy, hogy a, az ukrán hivatalos politika az, hogy az annyira oké okay lenne, főleg a nyelvtörvény, meg úgy általában a, a kisebbségekkel való bánásmódjuk miatt. És emellett, tegyük hozzá, köcsög módon viselkednek, és az illemnek a minimális betartása se érdekli őket. És imádnak követelőzni, meg meg hogy mit csinálhat a Orbán, kivel tárgyalhat a meg kire szavazhat a magyar. És akiknek hozzánk hasonlóan nagyszámú kisebbsége él ott, ők megpróbálták az ukránokkal <tosz> pozitív irányba elmozdítani a dolgokat, és, és javítani az ott, ott élő kisebbség helyzetét. Hát azt látjuk, hogy Románia és Lengyelország, mert nekik vannak az oroszokon kívül nyilván, meg, meg rajtunk kívül, számottevő kisebbségeik Ukrajnában. Na, ők jutalmul kapták ugyanazt az ukránoktól, amit mi büntetésül. Itt azért kicsit felmentem a, a románokat, mert ők már nem budai önmaguknak, vagy <hát> talán sose voltak, de hát ők nyilván azt csinálják külpolitikával, amit a cseh így befögött, és akkor ott nem nagyon van ellenállás. Még a lengyelekre is azt mondom, hogy nekik lett volna önállóságuk, csak ők egyből beálltak ebbe az anti-orosz vonalba, és akkor ezt a kérdést Jó, hát ugye a történelmi okokból ez igen. náluk egyel egy fokkal érthető. Ami hát hát Az, csak a románoknál... kell az anti-orosz vonalon a másikat tövék benyelni. Tehát ezt nem bírom meg. Tehát miért nem lehetne mondjuk elítélni azt, amit Oroszország csinál, és ettől függetlenül nem, hát nem le. Hm. le kielégíteni. Hát ezt engem, most találni a lengyelekbe, sok sikert. Nem mondani. is a lengyelek, én nem a lengyelek. Nem, kérdez a, Chad a tán, Én azt akarom megérteni, hogy azok, akik mindent nem binárisan látnak, mindent spektrum, spektrumként érzik. Hát nincs, nincs férfi és nő, hanem szerintük csak egy ilyen egy spektrum. Egy van, Azok hogy a büdös fenébe látják ezt a helyzetet, Ennyire. egy ilyen komplex helyzetet, ilyen bináris Na, Ez akkor jó kérdés. Történet egy kicsit összetettebb, főleg az, hogy mi miért vagyunk ennyire távolságtartóak a, az amerikai által erőltetett narratívával kapcsolatban. Méghozzá azért, mert van egy, mindig fel kell tenni ezt a kérdést, hogy vajon mit akar Putyin? Putyin, nyilván beszéltünk már erről egy korábbi hobbistában. Egy, egy új, új, új herét megfejteni. a karcsi, egy Próbáltuk megfejteni, hogy igen, mi volt előbb a tyúk Putin, vagy, a, a vagy, vagy a fél tojás. És tényleg valahogy a történelem az időszámítás, legalábbis az orosz-ukrán háború időszámítása valahol ott kezdődött, amikor az amerikaiak felrobbantották Észak-Afrikát, meg közel keretet, és ennek köszönhetően az energiahordozóknak az ára a dupláját, triplájára emelkedett, ami az amerikaiaknak nagyon jól jött, mert végre a repesztéses technológiával ki tudták úgy termelni a nyersanyagokat, hogy azt megérje utána kivinni a világpiacra. De az oroszoknak is marha jó jött, mert hirtelen megduplázódtak, megtriplázódtak a bevételeik. És amikor az oroszoknak sok pénzük van, meg éppen nem azzal vannak elfoglalva, hogy a lakosság elégedetlenségét ideológiával, meg erőszakkal alacsony szinten tartsák, hanem van pénzük, akkor ugye ötleteik is támadnak egyből, és Putyinnak támad, az egy zseniális ötlet, hogyha mi lenne, hogyha Oroszország visszahízna nagy hatalommá, amihez ugye kell a közép országok mellett nem árt egy fehér Oroszország, meg egy, meg egy, Ukrajna, és akkor szép lassan elindult. Hát azt láttuk, hogy ö, fehér Oroszországot Lukasenkóval gyakorlatilag már kliens állammá és tehát az teljesen Putyin zsebébe vannak, aztán ráfordultak Ukrajnára is, és az amerikaiak meg úgy gondolták, hogy ezt megakadályozzák, mert hogy ennek nem lesz jó vége, hogyha Oroszország újra nagyhatalom lesz, és akkor történt a majdan, meg, meg mindenki tisztában van azzal, hogy <kül> hogyan jöttek a lépések ellen, lépések, válaszok ellen, válaszok, és hogyan jutottunk el a háborúig. De az amerikai narratívára pont ezért én megértem, hogy mondjuk Romániában a balti országokban, akár Közép-Ázsiában is, vagy a Kaukázusban ő, nyitottak az emberek. Mert hogyha az orosz birodalom terjeszkedik, akkor ki tudja, hol áll meg az olyan, mint a, mint a, a nehéz, nehéz kő. Igen, de nekünk például, hogyha az orosz birodalom a leges-legnagyobb méretére hízik, ami valaha volt a történelme, és Alaszkát visszaszerzi, akkor sincs vele dolgunk sőt, tehát a Kárpátokon túl az orosz birodalom sose jött, tehát hogyha a legnagyobb állapotába hízik vissza, akkor milyen Kárpát Hát jöttem. ha a nagyon saját határait nézed, akkor nem. Tehát, de igen, de igen. azért a És így kellett volna... Igen, nézed, akkor jött az, tehát, je? hogy az amerikai, amerikaiak akkor viszont tegyenek minket, mégis érdekelti abba, hogy lépjünk fel az a nagy rossz törekvések ellen. De azt láttam, hogy az amerikaiak senkit nem akarnak érdekelté tenni, hanem mindenkit erővel be akarnak kényszeríteni a saját történetükbe. Mert mi nem félünk az oroszoktól, persze tartunk az oroszoktól, mert a történelmi során párszor találkoztunk vele, meg van, van, is ben, velük szemben egy nem is kicsi távolságtartás, de hogy mégis értekeltét tegyenek minket egy, egy geopolitikai hatalmas nagy sakjátszlába ebben a geopolitikai nagyjátékban, ahogy szokták mondani, mi arról szólt, hogy Oroszországot mindig kicsit visszanyomni, lehetőleg még a saját védhető határain túlra is visszanyomni, hogy, hogy kiszolgáltatott legyen a, világ egyéb hatalmainak, abba minket valahogy érdekelték kellett volna tenni. Például érdekelték kellett volna tenni, akkor mi kedvezményesen kapunk repesztéses technológiából Gáz, földgázt, úgyhogy úgy, hogy mellette a szintén szövetségükséget, Horvátországot, Horvátországot megdádázzák, hogy nem, nem merje emelni a díjakat. Vagy a lengyeleknek is megmondják, hogy akkor nekünk ingyen használhatjuk azokat a vezetékeket, amik hozzájuk Norvégiába, Norvégiából jönnek. De semmi ilyesmi nem történt meg, csak egyszer be, belakadtak kényszeríteni egy olyan helyzetbe, ami nekünk vállalhatatlan volt. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy nem csak ö, orosz, ö, nem csak Lengyelország és Románia kapta az ukránoktól ö, jutalmul azt, amit mi büntetésül, de ez a helyzet egész Európára is igaz, hogy ahelyett, hogy, hogy valóban az amerikaiak akkor itt a megnövekedett energia árak kapcsán valami, valami fajta segítséget nyújtottak volna nekünk, nem, ezt nem tették, de Európával is szemben se tették. tehát Európa töb, többi része ö, teljes mértékben beállt az amerikai narratíva mögé, mellé. Mi, hát az egyszer mi, Macron mondta azt, hogy talán ez Talán valami stratégiai autonómia, de azért... Meg ez a csak, gázár azért mégse túl baráti, amit Igen, 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 de úgy. ő is inkább csak mondta, mi, mi, mi valóban határozottabban kiállunk. Na most ehhez képest ugyanúgy civat az Egyesült Államok minket is, meg Európát is. Tehát Európa jutalmú kapta azt, elképesztő magas energiárokat és a gazdaság ö, hát lábon lövését, amit mi büntetésül kaptunk tőlük. Tehát igazából tényleg mindegy, hogy az ember hogyan viszonyul, hogyha ha a nagyhatalmak közti összecsapásokban valamilyen módon részt vesz, akkor általában a szívó végén. Na, az történt, ugye emlékeztek tavaly márciusban, hát nagyjából ugye a háború kitörését követően, akkor nagyon gondolkodhattak Lengliben, hogy hogyan lehetne hatni a magyarokra, és akkor kidobta a Chat GPT a 48-49-es szabadságharcot, és akkor öttek ezek a párhuzamok, ugye Ukrajna, Oroszország, Magyar Szabadságharc 48, csak ott baszta el a nyugat, meg nem ott baszta el a CIA, hogy hogy a nyugat? az akkor itt Ausztria hívta ránk a ruszkikat 48-ban, akik egyébként persze jöttek lelkesen, mert látták, hogy a, a profi osztrák hadsereg az, az, nem bír a lelkes egyetemistákból, meg költőkből, kaszás parasztokból álló magyarokkal. Aztán a Cseh GPT nem írta ki nekik, hogy, hogy ebben a konfliktusban melyik oldalon harcoltak az ukránok. Ja, hát ha nagyon jó fejek vagyunk, akkor úgy veszik, hogy semmelyike. Mert a ukránok akkor még nem léteztek tudom, miből látszik, hogy a Chad GPT irányít, hogy nyáron a tranziton a Momentumos agylegenda, azt hiszem a tompos Márton ha, a, is, ha van a fegyta, hogy van a fegyv 48-ban 48 az oroszok ellen keltünk fel, és kezdtünk el szabadságharcolni. Hát és ők soka, lehet, én nem és sais, akkor neki is szóltak, hogy az nem egészen úgy volt, azok az osztrákok voltak, és erre a válasz az volt, hogy nem teljesen mindegy. <laughs> én én értem, hogy a kurcné, ha összekeveri a szlovékokat a szlovánokkal, de az osztákokat, meg az oroszokat összekeverni. Ott többet. Több különbözik. Tudod, kiket keverettem volna össze 49-be? Az, osztrák, az, az ukránokat és az oroszokat, mert szerintem az Ádám nem mondta volna meg, hogy melyik, melyik. Hát nem biztos, Szeret. hogy most megmondanád. <laughs> Na de akkor, ne ne, hogy nehogy, ne, hogy, nem hogy megdúlják magukat az ukrán nacionalisták ezen, hogy hát azt mondjuk, hogy akkor még nem voltak ukránok, akkor, akkor eh, hát mondjuk azt, hogy, hogy a saját magukat a kozákokra visszavezető ukránok, kozák ősei szúrták le, például Petőfit is a Segesvári ütközetben. De nézzük meg, hogy hogyan számolnak be igen. A, az izraeli eseményekről a nagyon bátor haditudósítók. tudósítók. Sunt destul de aproape de noi în momentul ăsta și se pare că s-au oprit. cu siguranță este și infanteria israeliană care interceptează toate aceste bombe. O să mai rămânem așa puțin pentru că niciodată nu știi exact când se opresc bombardamentele. Și totuși gata s-a făcut liniște, să încercăm să ne ridicăm. De óriási, nem? Ahogy, ahogy a háttérben több békésebb bicikliznek az el. Kutyás Biciklivel azt <laughs> <laughs> igen, igen. És jó, de a híradóban a szenzációt kell mutatni. Mert Persze, oda, a, a, hadi, oda nem megy, ahol, ahol valóban kemény harcok zajlanak, de oké, oké, az vesse rá az első követ, aki oda menne. Ezzel tényleg nincs is semmi baj. Azért én két hete láttam, hogy egy izraeli tank eltalált egy újságírót. Nem tudom, láttad de azt a hírt. Igen, ez, az a Reuters egyik újságíró. nyilván vannak, vannak bátor, vakmerő nevezik hát akár, én nem hogy. így hívnám, hanem a minek ment oda a, kategóriát. a telexi, Ne, a Telex is elment Kárpátaljára haditudósítani. Hát, jövök, Jó, a, kárpát a véres Igen, Jó, a, véres, a, föl, a föl, föl, Földes András is végighajózott egy izlét. Aha, persze a migránsokkal. Szóval, de oké, vannak, akik, vannak olyan, olyan tudósítók, Régen ez valószínűleg jobban jellemző volt, akik tényleg oda mentek a sűrűjébe és, és bevállaltak Mint sok mindent. Részben, <gül> <gül> igen, vagy Frejt Tamás. <laughs> oh, Frej Tamás, igen. igen. Ö, jó, persze, de de is vannak, akik tényleg bevállaltak, Le, biztos a hírnévért, persze, tehát ne. De ne. biztos nem azért, az ne. ő Igen, igen, el. szóval ne, 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 ne nézzünk, ne tekintsünk rájuk hősként, de volt, aki mind a mellett, hogy a saját ö, céljaiból tette ezt, de ettől még tényleg bevállalta. Tehát ezek, ezek már ilyen kis ízék, barbárok, 22 évet töltöttem Ukrajnában, hmm. hogy elmeséljem nektek. Volt volt? tudósítottam, pedig még háború sem volt. Igen. Igen. Szóval, hogy miért kell a hőst játszani a nézettségért? Na, de ne felejtsük el, hogy, hogy milyen nemzetiségű volt ez a kis, kis hölgy.